A Tamási Galéria 2022. évének első kiállításához az anyagot a Miszlárt művésztelep biztosította, amely már hagyományszerű a tárlatok sorában. Az ünnepélyes megnyitót a Vürc Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola trombita szava tette színesebbé. A Miszlay Kúria hosszú évek óta ad helyet az alkotó tehetségeknek, 2020 nyarán a művésztelep már 10 éves fennállását ünnepelte. Férjem mindig meg szeretne menteni egy darabot az épített örökségből, és elsősorban a kúria megmentése volt a cél, aztán utána jött, hogy mire használjuk, és a barátaink révén jött ilyen, hogy művésztelep, aztán volt zenész barátunk, a Dinyés Soma, ő mondta, hogy csináljunk mesterkurzusokat, és tulajdonképpen kialakult 10 év alatt, hogy az ideérkező művészeknek adunk lehetőséget a megnyilvánulásra, a továbbképzésre, együttlétre, és hát mi is jól érezzük velük magunkat. A 2021. évi művésztelep a 11. volt az alkotótáborok sorában, amely az imagináció, az életképzelet hívószót kapta. A Tamási tárlat megnyitásán a művészek közül többen is részt vettek. A szakmai részét azt mindig a kurátor végzi, jelenleg Uszkai Tekla már 2 éve, ő találja ki a tematikát, tulajdonképpen közösen hívjuk meg a művészeket, arra figyelve, hogy emberileg is mindenki jól érezze magát ez a 10-12 nap alatt, amíg együtt vagyunk. Most már kialakult egy ilyen erős mag, és ahhoz hívunk mindig 4-5 másik művészt. És mindig nagyon jól sikerülnek ezek a beilleszkedések, együttlétek, hosszú esti beszélgetések, bemutatkozások, rengeteg program van, tehát színészeket hívunk, a Kaposvári Színházból minden évben jön egy-két színész, aki kapcsolódik a tematikához. Szabó T. Anna is volt, tehát mindig igyekszünk gazdagítani ezeket az együttléteket. Olyan szavakkal, gondolatokkal foglalkoztak többek között, mint az alapállás, a normális ember képzelete, a szabadság és a bölcsesség fogalmai, a művész és a művészeti társadalom helyének problémája, illetve a közösség erejének fontossága. Az alkotók a Kossuth-díjas magyar filozófus Hanvas Béla Mágia Szutra című művét, annak gondolatiságát vagy kiragadott részleteit tekintették témájuk forrásaként. A Miszlay Kúria egy olyan szigetté vált az alkotók körében, ahol a művészek és a szervezők szellemi szabadságban valósíthatják meg azokat a műveket, melyeket aztán a nagy közönség elé tárnak, többek között Tamásiban is. A képzőművészet iránt érdeklődőknek február 6-áig van lehetősége megtekinteni a Tamási Galéria falait díszítő alkotásokat, amelyeket az ország határon túlélőkhöz is elvisznek. Vírushelyzet arra is rádöbbentett az embereket, hogy mennyire fontos, meddig sokkal természetesebb volt egy kiállítás, egy koncert vagy valami. Most az, hogy elmehettek, nem mehettek, sokkal értékesebbé teszi szerintem ezeket a lehetőségeket, ezeket az alkalmakat.